A húsvétig tartó 40 napos időszak jelentőségéről Bernát Krisztián kapuvári káplán beszélt. Egy előkészületi idő, hiszen akárcsak az advent, ez is egy előkészület egy nagyobb ünnepre. Az advent az, és a születéssel karácsonyra készülünk elő, a nagybőjt időszak meg Jézusnak a feltámadására, a kereszténység egyik ünnepére való előkészületnek az ünnepe, és tulajdonképpen erre készülünk a nagybőjtben, és az a bűnbánati időszak, amikor is az egyház bűnbánattal készül a húsvét megünneplésére. Az advent az egy rövidebb bűnbánati időszak volt, 4 hétig tartott, ez egy hosszabb, ez 40 napos bőjtöt jelent húsvét ünnepéig. Ami úgy néz ki, hogy 40 nap úgy jön ki, hogy hamvazó szerdától van 4 nap, egészen nagybőjt első vasárnapjáig, és a vasárnapok ki vannak véve a bőjti fegyelem alól, és 6 hét van, és ugye 6 napból áll így a nagybőjti időszak, az 6x6, 36, meg 4 az 40 nap, így jön ki a 40 nap, napos bőjt. A Ószövetségben a pusztai vándorlás is egy ilyen bőjt időszak volt, amely hát közel 40 évig tartott, és a 40 éves vándorlás ideje alatt a választott nép úgymond megtisztult és előkészült arra, hogy az ígéret földjére, Kánaán földjére beléphessen. Hogyan töltsük el ezt a 40 napot? Tehát mit javasol az egyház a nagybőjtben? Amint mondtam, az ószövetségi gyakorlatot átvettük mi is, tehát többet imádkozunk. Ennek gyakorlati megnyilvánulása is vannak a templomban. Ugye a mindjárt hamvazó szerdán este 6 órakor lesz itt ünnepi szentmise. A hamut szórnak a fejünkre annak jelül, hogy bűnbánatot fogunk gyakorolni. Hogy emlékezz ember porba, hogy porrá leszel, vagy térjetek meg és higgyetek az evangéliumot, ez a másik verzió, ami kicsit jobban kifejezi ezt a dolgot, és nekünk is szükség van mindig egyfajta megújulásra, tehát nagybőti gyakorlatok, az imádság, a bőjt, az, hogy valamiről önként lemondunk, ez mondjuk lehet, amit nagyon szeretünk, akár édességtől kezdve éppenséggel ételről, vagy vigyázunk a szavainkra, hogy mit mondunk és hogyan beszélünk, aztán az anyagi javaknak hogyan, mire költöm a pénzemet, és hát ezeket nyilván, hogyha le tudtam róla mondani, akkor felajánlani embertársulnak, tehát egyfajta segítség, és hogy ez meg már megint csak belemegy abba, hogy akkor valami zsnálkodás is, az, hogy a szegényeknek adományt adunk, hogy ennek lesz egy nagybőti élmiszergyűjtés, és szokott lenni a templomba, tehát ennek vannak megint csak külső formái és megnyilvánulásai, és nagybőtben litániát is imádkozunk. Vasárnap után 2 órakor van nagy templom, mindig litánia, nagybőti lelkületben való elmélyedésünkért van ez az imádság, egy érdekes, azt hiszem, hogy német vagy erdélyi területtől hozta a Tamás atya ezt a litániaszöveget, és ezt imádkozzuk el nagybőjtnek a vasárnapjain. Tehát van bőven lehetőség bekapcsolni a nagybőjti dolgokba. A templomok belső része hogyan változik meg, akár a főtéri Szent Anna templom, vagy a Ferences templom, akár házhelybe, öntésen? Hát egyrészt templomi díszítés ilyenkor nincsen. Tehát eleve ugye a csupasz oltárok elképezik azt, hogy ez egy másfajta időszak, nincs virág a templomban egyáltalán sehol. Ugye a kereszteket régen letakarták lila lepellel, mert hát egy előkészült időszak volt, bűnbánat jeleként, főleg azokat a kereszteket, amiket aranggyal ékesítettek, meg gyöngyökkel van kirakva, ugye régen ez divat volt a barokkban, tehát ezeket mind eltakarják ilyenkor. Az oltárképek, amelyek nyilván nagyon díszesen meg vannak festve, meg ugye barokkos esetleg, vagy
ilyenek, azokat is szintén letakarják lila lepellel, és egy fehér kereszt van rajta. Nekünk ugye a szenvedő Jézus ábrázoló kép van, ilyenkor kitéve egy festmény gyakorlatilag. És a harangok mikor mennek Rómába? Hát a harangok azok nagy csütörtökön az esti szentmise keretében mennek el, utolsó vacsor emlékre adott szentmise keretében mennek el Rómában. Tehát gyakorlatban nem harangoznak ebben az időszakban? Le van kapcsolva minden a elektronika, és van egy húsvéti kapcsolónak nevezik, nálunk az megvan, hogy azt lekapcsoljuk akkor, és akkor teljesen még véletlenül sem fog harangozni a harang, tehát automatikus ki van kapcsolva teljesen. Ez azt jelenti, hogy hát csendben készülünk, és ez is kifejezzük azt, hogy a történelem egyik legnagyobb személye, és a másik isteni személy, Istennek a fiának a szenvedésére és halálára emlékezünk, egészen pontosan ünnepeljük, és arra az ünnepre így tudunk méltóképpen készülni, hogy mi is elcsöndesedünk, hiszen ez a szenvedéssel a csütörtök éjszakától Jézusnak is egyedül kellett szembenéznie. Tehát nem volt neki senki, aki úgy mellette lett volna, ugye az édesanyjával és a keresztúton találkozott először. Akkor volt ott, akkor egy pillanat a távolodott tekintetük ott a keresztúton, de addig még ő vele se. Nem is engedték hozzá, közben fogságban volt, hiszen börtönben volt ott Jeruzsálembe, a Pilátus palotának ugye a börtönében, tehát nem volt erre lehetőség, és a tanítványok meg szétszélettek nagy csütörtök éjszakán. Egy maradt meg, aki követte, ugye Péter, aztán ő megint csak ugye a leleplezése után eltűnt a színről. János apostol, aki megjelenik ugye a kereszt alatt, meg ugye két asszony, aki ott van, Mária Magdolna, és ott van ugye az édesanyja, akik úgymond hát ott vannak utolsó pillanataiban Jézusnak a kereszt alatt. De igazából egy magányosan végig járt út ez a keresztút, és ezzel Jézusnak szembe kellett néznie, ahogyan minden embernek ugye a halállal. Tehát teljesen vállalt ezt az emberi létet. Még a halálhoz vezető utat is, hogy az mindenkinek magának kezd utat, meg el nem tudjuk kikerülni. Tehát példát adott ebben is gyakorlatilag, ezt tudjuk elmondani erről. És minden szenvedés után jön a feltámadás, az igazából mikor van? Hát a feltámadás mi ugye úgy tartjuk, hogy igazából nagyszombat éjszakáján már elővételezzel megünnepeljük, de ugye a harmadnapi feltámadást vall ugye a Szentírás. Így is kezdjük a hét első napján, amikor Jézus ugye feltámad, tehát az a vasárnap ugye a zsidóknál, illetve állunk a vasárnap, a zsidóknál ugye a szombat a ünnepnap, de a hét első napja az ugye a vasárnapra jön ki így. És ugye ezért nekünk hetedik nap ugye az a vasárnap, az a feltámadásnak a napja, igazából a hét első napja kellene, hogy legyen. Sok naptár jönnék meg most már úgy, hogy a hét első napjaként a vasárnapot jelöli meg. Érdekes keresztény időszámítás. A más kultúrákban ugye most előkerülnek éppen a különböző folyamatok kapcsán, ugye a zsidóknál ugye a szombati nap az ünnepnap, és akkor nem dolgozik egyetlen egy zsidó sem Izraelben. A péntek meg az iszlámnak a napja. És ott is, akkor ők nem dolgoznak. Tehát olyan nagy érdekes volt, Názáretben jártam, és akkor Názáretben voltunk három napig. Pénteken az iszlám nem ment dolgozni, szombaton a zsidó nem ment, vasárnap meg a keresztény nem ment dolgozni. És ők beosztották, hogy ki mikor megy. Tehát érdekes, ez egy kultúrának a találkozása egy ilyen helyen. És az ünnepkel kapcsolatban még egy dolog, Kapváron a kapváriak tartják a nagybőjti időszakot? Úgy hiszem, hogy igen. Tehát valamikor régen, amikor 99-2000-ben itt voltam, akkor általában az asszonyok még javarészében idősebbek névviseletben jártak, és akkor fölvették ezt a fekete
ruhát. Fekete ruha volt rajtuk, és tartották a böjtöt. Most is már a ruha ugyan nincs meg a névviselt ebben időszakokban, de azt hiszem, hogy a lelkület tekintetében azt mondhatjuk el, hogy gyakorolják a hitüket is. Bűnbánattal készülnek a nagybőrben, tehát gyóntatások vannak ugye reggelente, reggeli szentmisék alkalmával, meg este, amikor van a szentmise, szintén van gyóntatás, és azért nyitogatják az ajtaját, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Hál' Istennek! Köszönöm!